A magyarországi németek országos önkormányzata kezdeményezte, és a Németországi Szövetségi Köztársaság belügyminisztériumának támogatásával valósítja meg a német nemzetiségi tanösvényhálózat létrehozását. A néhány száz méter hosszú tematikus utak rendkívül népszerűek, és egyre több település vállalja helyi értékei bemutatását tanösvénytáblákon, interaktív elemeken és kísérő füzetek segítségével egyfajta látványosságként. A pécsváradi német nemzetiségi tanösvényt december 21-én adták át a nagy közönségnek. Tulajdonképpen kultúra megőrző, ez a legfontosabb eleme, amellett, hogy aztán nyilván turisztikai látványosság is, de az is arra hívja fel a figyelmet, hogy az adott településen évszázadok óta német nemzetiség él. Fontos számunkra az, hogy az adott település németségét mutassa be mindig a tanösvény, tehát nem klisét, nem általánosságokat, hanem kimondottan, ami arra a településre jellemző, mint ahogy ezen a tanösvényen is majd lehet látni, hogy egy kisváros élete, ahonnan a környékről nagyon sok német beköltözött. Egy vidéki kisváros, ez a címe a pécsváradi német tanösvénynek. A települést azt teszi egyedivé, hogy a helyi németség nem homogén, hiszen több mint 800 éve létezik, és újra és újra hatással voltak rá az újonnan betelepültek. Amikor István elkezdi az államszervezést, vagy folytatja apjának az államszervezését, akkor olyanokra épít, akiknek ebbe tudásuk van. És ezek általában nyugatról németül beszélők, német nyelvterületről érkezők voltak, és ők már Pécsvárad térségében akkor megtelepedtek, tehát körülbelül jó ezer évvel ezelőtt. Ez a hely az ezért fontos, mert itt lehet tudatosítani azt, hogy az államiság kezdete óta a hazai németek a magyarokkal együtt élnek, és építik ezt az országot, ez nagyon fontos. Pécsváradon a helyi németség nyelvjárása, viselete, hagyományai sem egységesek, és sosem voltak azok. A helyi élet meghatározó szereplői voltak a kézművesek és a hivatalnokok, és Pécsvárad kistérségi központként mindig is jelentős hatással volt a környező falvakra, miközben azok is folyamatosan alakították magát a kisvárost. A tanösvény tematikáját ezek a jellegzetességek adják. Minden, ami Pécsváradon történt, az hatással volt a zengő aljára, a zengő környékére is.